nagyon megbízható, nagyon jó hajón vagyunk, ami teljes biztonságot ad, és olyan felszabadult érzést ad az embernek, hogy itt bármit megtehet, akár még grillezve is főzhet. Ehhez ad olyan lehetőséget és segítséget a Balatonfői Jaklub, ami szerintem egyedülálló, és szerintem a Balaton is egyedülálló produkció lesz az, hogy tengeri ételeket, de akár balatoni fogasételeket is élvezhetünk nagyon szabadon, nagyon nagy feelinggel itt a Balatonon. Szeretjük Pupert, mert egyébként valamihez ért. Néha. Általában ezt viszont nagyon jól csinálja. Akár egy téli hónapokban és a szilveszteri partit nyugodtan grillezéssel is töltetjük, és ennek a szakértője viszont... Én vagyok, igen. Vento che viene dal mare mi dice che è già primavera ed in un attimo scompare quella nostalgia leggera che mi prende porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano y el latido del mundo te envuelve por donde va. Olasz kaját fúzionálok egy magyar étellel, balatoni fogassal, méghozzá gamberit, azaz ollótan garnéra rákot, fogok nyásra húzni, rozmarin nyásra, azt megrillezzük és azt tesszük majd hozzá a süllőhöz. Van egy olyan ételünk, egy magyar ételünk, amiben süllő és garnéra is van, és az nem más, mint a süllő kárpáti módon, de ezt általában nagyon el szokták cseszni, mert valami tejfölös, fehér cuccban millió ilyen szárított kapolda belefolytják ezeket a ízetlen, fagyasztott kis koktél rákocskákat, aminek se íze, se bűze, csak annyi, hogy együtt tesszük a süllővel, és igazából nem nagy ízharmóniát hoz, de hogyha így csináljuk meg, azt majd meglátjátok, baromi különjön. Váj, micsoda hangok! Ezek a hangok! Sikít a süllő! A mesterek! Bőrén nagyon jó! Szuper! Tényleg jó! Imádom! Édeset? A fokhagymát! Ez? A zöld fűszerekkel. Oliva, citrom és petrezselyem, vagy éppen bazsalikom. De ez egyszerűen zseniális.